Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Az Arkonik Alapítvány 16 millió forintot adományozott az Óbudai Egyetemnek, de hogy pontosan miért, ez a következő percekben kiderül. A robotika jelentőségéről, a big datáról és a virtuális valóságról is szó esett az Óbudai Egyetemen. A felsőoktatási intézmény igyekszik hallgatóinak a legaktuálisabb információkat átadni a folyamatosan fejlődő okosgyártással kapcsolatban. Ez nekünk is kihívás, tehát szeretnénk olyan módon tanítani és olyan tananyagot átadni hallgatóknak, ami naprakész, iparilag fontos, és a hallgatóink azonnal tudnak profitálni ebből a képzésből. Miként monitorozzák tulajdonképpen ezeket a fejlődéseket, és miként változik ezáltal a tananyag? Milyen intenzitás? Kollégáink nagyon gyakran egy-egy iparvállalatnál is vállalnak munkát, fejlesztést, kutatást, illetve mérnökként dolgoznak egy-egy külső partnercégnél, és ilyen módon napi gyakorlatunk van, napi rálátásunk van a fejlődésre, az elvárásra. És hát mindenképpen, amit működtetünk visszacsatolásként, az a duális képzésünk. Tehát duális képzésben résztvevő hallgatók, a duális mentoraink napi gyakorisággal tapasztalják meg azt, hogy mire van szüksége a versenyszférának. Még mindig van-e hová fejlődni? Tehát azért elmondhatjuk, hogy ezek a technológiák már nagyon modernek, nagyon sok mindent tudnak, nagyon sok területen lehet őket használni. Lehet-e még ennél jobban fejlődni? Meggyőződésem, hogy igen. Tehát egy mérnökember, ha azt mondja, hogy mindent tud, akkor az nem mond igazat, vagy pedig nem vállalható mérnöki hozzáállás. Mindenképpen fontos az, hogy nyitottak legyünk arra változásra, amit még nevesíteni se tudunk mostanság. A diákok, a fiatalok mennyire fogékonyak erre az ágazatra? A fiatalok részint önmotiváltan nagyon nyitottak minden iránt, ami informatikához kötődik, ami mérnöki tudáshoz kötődik, és egyetemként a legnagyobb felelősségünk az, hogy úgy adjuk át a tudást, hogy ezt a fajta fiatalos önmotiváltságot ne értsük ki semmilyen módon. Az Arkonik már régóta partner az egyetemnek, amellett, hogy duális képzési hely, igyekszik támogatni a műszaki oktatást, hogy megfelelő mennyiségű, minőségi tudással rendelkező fiatal álljon a munkavilágába. Az amerikai multi alapítványa 16 millió forintot adományozott az egyetemnek. Műszaki felsőoktatás a felsőoktatási palettán az a fajta képzés, ahol az erkölcsi amortizációval gyorsabb, mint a fizikai. Tehát ennek a támogatásnak, amit nagyon háláson fogadunk, bőven van helye olyan laboreszköz felújításra, amelyek ugyan még használhatók, de mindenképpen a korszerű oktatás újakat kíván. Nekünk az Óbudai Egyetemmel régi kapcsolatunk van. Gyakorlatilag amióta itt megalakult az Alba Régi, akkor azóta működünk együtt az egyetemmel. Több támogatást sikerült már átadni az itteni egyetemnek. Az Arkonik Alapítvány révén PLC labort létesítettünk, különböző oktatásfejlesztési technikákat tudtunk adni. Ez a mostani támogatás, ez tulajdonképpen egy amerikai kezdeményezés révén kerültem Magyarországra, és a Smart Manufacturing ez most egy rendkívül fontos szempont, nem csak nekünk, ez globálisan fontos kérdés annak érdekében, hogy a cég versenyképes tudjon maradni, és miután a cég globálisan meghirdette ezt a programot, így Magyarországon is sikerült egy olyan partner találni, akire úgy gondoljuk, hogy az itteni helyi oktatással támogatni tudja majd a cég jövőjét olyan szempontból, hogy megfelelő szakembereket biztosít számunkra, meg hát nyilván a többi székesfehérvári cég számára is. Mit jelent tulajdonképpen az Arkonik szempontjából ez a Smart Manufacturing? Hát ez, ahogy itt az előbb két kollégám is beszélt róla, ez gondolom a jövőt jelenti, mint ahogy mindenkinek. A digitalizáció az ma nagyon fontos. Nagyon fontos ahhoz, hogy hatékonyan, minél jobb minőségben, minél pontosabban szállítsunk.
Ugye van, ahol van olyan egységünk, a Smart Manufacturing, az mondjuk jelen pillanatban egy nagyfokú robotizációt jelent, van olyan egységünk, ahol a Smart Manufacturinget használjuk ki arra, hogy pontosabban szállítsunk, vagy hogy egy sokkal hatékonyabb karbantartást alakítsunk ki. Ez mindegyik területen más jelent. Az egyetem szempontjából pedig úgy gondolom azt jelenti, hogy felkészítse a diákokat a digitális iparra, a digitális ipar igényeire. Mondhatjuk ugye, hogy ez már egy évek óta tartó, hát robbanásszerű folyamat tulajdonképpen ez a fejlődés. Még mindig van hova? Hát én úgy gondolom, hogy igen, mindig van hova. Ahogy Dékán úr is mondta itt az előbb, ezt hívtuk ipart 4.0-nak, Amerikában ugye eleve Smart Manufacturingnak hívták, itt már ipar X-nek hívjuk. Szerintem ez a fejlődés jelen pillanatban itt nagyon komoly és feltartóztathatatlan. Tehát az Harkonik tulajdonképpen szinte minden területén tudja használni ezeket a fejlődéseket, ezeket a technikai újdonságokat? Igen, ezt nyugodtan mondhatom. Ha csak a saját cégünkről beszélek, akkor ahogy itt elhangzott az előbb, ugye a többfajta üzletágunk van, többfajta terméket gyártó, több fajta technikával működő üzletágunk van. Ugye ahol például az alumínium kerekeket gyártjuk a kamionokra, ott a robotoknak nagyon komoly szerepe van. Többek között abban, hogy az emberi erőt tudjuk vele kiváltani, veszélyes helyekre nem kell bemenni senkinek, nem kell emelgetni, sokkal gyorsabb a keréknek az útja a tuskótól a késztermékig. Más területen pedig, ahogy itt hallottuk, például a hengermű öntödőbe, ott nyilván nem nagyon tudunk robotizálni, bizonyos automatizálást nyilván meg tudunk csinálni. Ott elsősorban a karbantartás, illetve a supply chain, a logisztika területén próbáljuk a smart manufacturing lehetőségeit kihasználni. Az eseményen bemutatkozott az Harkonik valamennyi üzleti ága, kiemelve, hogy miként építik be az okosgyártást a mindennapokba. A vevőinket szolgáljuk, határidőre ki kell venni a terméket, a minőségi terméket, emellett pedig a tulajdonosainkat is jó kell hatatni, csúnya szóval itt illetve. Tehát termelékenyebben, többet, gyorsabban, hatékonyabban kell tenni. Tehát nekem a smart manufacturing, intelligens gyárak, okosgyárak, okos telefonok, ezek mind azt szolgálják, hogy eszközként olyan tudok hozzáadott értéket teremteni. A másik pedig a változás. A változást úgy tudjuk kezelni a cégünkben, és Darázs Attila termelési igazgatón fog erről az anyagában beszélni, hogy az ember nélkül ez nem fog menni. Azért vagyok hálás annak, hogy helyben van ilyen forrás, akik nem csak középiskolai, hanem a mi gépkezelő kollégáinknak, fizikai állománynak is már bizonyítottan a digitális munkatárs programban tudott mandát adni, hiszen az AVLA innovár kezdeményezéssel több mint 20 kollégánk lett már ugyan sikeresen ez a képzés keretében. Ez egy kohászati üzem, és viszonyúgy tőkeigényes. Nálunk azért még mindig jelen van a 60-as évek orosz technológiája, és ugyanúgy mellette, ugyanabban a légtérben a legújabb berendezések is ott vannak, a legújabb standardeknek megfelelően. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes világ, amilyen, aki meglátogatott minket, hogy aki ismeri, az erről tud. Tehát nekünk nincsenek robotjaink, nincsenek olyan gyönyörű szép gyártósoraink, de annak ellenére nekünk is meg kell felelni a vevőinknek. Gyakorlatilag nyugati piacokra dolgozunk, szinte több ezerféle terméket gyártunk, félkész terméket. És ugye mi is pár éve akadózunk azon, hogy mégis mivel foglalkozunk a smart manufacturing kapcsán, minket is megérintett ennek a szere. Ugye, mint mondtam, a robotizálás nálunk kevésbé az irány, de azonban van három olyan terület, ahol úgy találtuk, hogy vannak lehetőségeink a jövővel kapcsolatban. Az egyik mindenképpen a karbantartás, legyen az predektív vagy preventív, tehát az megelőző vagy jósló karbantartás. Itt óriási lehetőségeket látott is, el is indultunk ebben az irányban. A másik, ugye rengeteg olyan kollégával dolgozunk, és megint visszautalunk a tradícióra, akik évtizedek óta velünk dolgoznak, hiszen a gépeink sokszor ugye régebbi berendezések, azoknak a kezelése, működtetése óriási szakértelmet kíván,
És ezt is felismertük, hogy változik a világ, segítenünk kell az újonnan jövőknek, segítenünk kell, hogy megtanítsuk ezeket az embereinket arra, hogy az új embereket, hogy hogy kell ezeket a gépeket kezelni, sokkal gyorsabban, mint régen, nincs időnk arra, hogy 5 évet várjunk, míg valaki betanul, és ehhez próbáljuk segítségül hívni a Smart Manufacturing eszközeit. A vállalatnál a jövőben változások lépnek életbe. Ez egy globális döntés eredménye, hogy az Alconic ketté válik. Magyarországon ez annyit azt eredményezi, hogy a Székesfehérvár, illetve hát van egy gyáregységünk Nemesvámoson, és ezt azért tudni kell. Itt a hengelmű öntöde üzletágunk fog kiválni az Alconic Köfém Kft-ből, és 2 különálló cégként megy tovább a cég január 1-től. Az egyik cég lesz az, amiben a jelenlegi hengelmű öntödénk lesz, a másikban pedig a keréktermék üzletágunk, a repülőgép kötőelem üzletágunk és a turbinalapát üzletágunk marad meg. A lényeg az, hogy mindkét cég itt marad, mindkét cég reményeim szerint szép jövő elé néz, és mindkét cég partnere lehet majd az Óbudai Egyetemnek is nyilván. Az eseményen részt vett a város polgármestere is. Cserpalkovics András szerint Székesfehérvár gazdasága csak úgy maradhat hosszú távon is stabil, ha az oktatás meg tud felelni a 21. század kihívásainak. Azt hiszem, hogy tovább tudunk lépni egy nagyon fontos folyamat vonatkozásában, ami egyrészt a felsőoktatás további épülését, építését, fejlesztését foglalja magába itt Székesfehérváron. Ugye az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kara hosszú évek óta az állammal, várossal és az itt lévő gazdasági szereplőkkel együttműködve fejlődik, és próbál azokra a kihívásokra választ találni, ami a munkaerőpiacról érkezik az egyetemi képzés tekintetében. A nappal is hallgatók, a duális képzési struktúrában dolgozó hallgatók, illetve a felnőtt képzés vonatkozásában, ami a szakképzéstől a ma munkavállalóinak továbbképzéséig egyaránt fontos szempont, és ebbe tudtunk nagyon komolyat előrelépni akkor, amikor a robotika tanszék tudott létrejönni, ami nagyon jó kiegészíti az Alba Innovár digitális élményközponthoz kapcsolódó oktatási struktúrát, és most az Alconic 16 millió forintos támogatásának köszönhetően egy következő szintre tud lépni ez a struktúra, amit a robotika tanszék, az ahhoz kapcsolódó digitalizáció, egyáltalán a digitális munkahelyekre való felkészítés tekintetében fontos előrelépés. A városban mekkora hangsúlyt, tehát a város mekkora hangsúlyt fektet ezeknek a képzéseknek a támogatására, illetve mik az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire fontos tulajdonképpen a városban ez a jellegű fejlődés? Nyugodtan mondhatjuk, hogy nélkülözhetetlen. Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy Fehérvár gazdasága ma közép-európai szinten is jegyzett meghatározó, a legnagyobb iparra rendelkező térségek közé teszi városunkat, de hogy ez így legyen 15-20-25 év múlva, azért ma kell tenni, és ebben nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen kérdés, hogy a digitalizációra hogy készülnek fel maguk a vállalkozások, maguk a munkahelyek és a munkavállalók, a jelen munkavállalói továbbképzését hogy lehet megoldani, és a ma fiatal hogy lesznek a jövő munkavállalói is, annak érdekében, hogy minél magasabb hozzáadott értékű munka jöhessen Székesfehérvárra, hogy ez nyilván magasabb jövedelmet, egzisztenciát tudjon eredményezni, és a világszínvonalú technológia legyen továbbra is a fehérvári gazdaság jellemzője. Ez viszont mindegyik vonatkozásban szakképzett munkaerőre van szükség, és ezért próbáljuk azt a rendszert kialakítani, hogy az Alba Innovárral elindul gyakorlatilag a diákok képzése, a legkisebb kortól kezdve, ezt ki fogjuk egészíteni az okos tantermekkel minden általános iskolába, aztán majd középiskolába, hogy az első ilyen tanterem el is készült az Innovárral együttműködésben a Szénatéri iskolába, és ezzel párhuzamosan a Titkok Házával a természettudomány területén alakult ki egy élményközpont, és itt az Óbudai Egyetemen pedig annak Alba Régia Műszaki Karán kialakult az a robotika tanszék, amelyik pedig szakmérnöki képzést is tud adni, de a felnőtt képzésben is részt tud vállalni, és ehhez mindegyik elemet tekintve a legkorszerűbb technológia áll rendelkezésre. A nap során a résztvevők előadásokat hallgathattak, majd megtekinthették a robotika labort. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!